Pénteken délután rendezték meg szokásos farsangi mulatságukat a református általános iskola első tagozatosai. A jó hangulatú télbúcsúztatón remek táncos műsorszámokat is láthattunk. A fő attrakció természetesen a jelmezesek bemutatkozása volt, ötletekben az idén sem volt hiány. Pengő Ferencné tanárnőt is a jelmezek között találtuk. Ez a 39, közel a 40. farsangom, amit nagy szeretettel meg odaadással teszem a gyerekekkel együtt. Nagyon-nagyon kedves nekem ez a farsangi téltemetés tavaszváró, mert ilyenkor egy kicsit mások lehetünk, egy kicsit kibújhatunk a bőrünkből, szülők, gyerekek egyaránt. Én nagy szeretettel készültem erre a kollégáimmal és a gyerekekkel. Nekem ez emlékezetes lesz, és majd a unokáim lesznek, akkor nekik fogom majd készíteni a farsangi jelmezt. Pihenni is van szüksége szerintem minden pedagógusnak. Egy idő után már elfárad, és már csak a szépre és a jóra kell, hogy emlékezzen. Én is ezt teszem. A világ változik, a farsangi készülődés és a mulatság is, de a lényegük ugyanaz marad. Megvan a varázsa, csak egy kicsit átváltozott, egy kicsit modernebb, már, tehát nem teljesen a néphagyományt visszük, hanem a modern táncokat. Egy kicsit haladunk a korral. Úgy, ahogy látszik, hogy én is már teljesen másképp öltözöm, mint 30-valahány évvel ezelőtt. A tanárnőnek több évtizedes tapasztalata van a farsangok szervezésében és a jelmezkészítésben. Tovonőként 13 évig voltam, tehát akkor ott nagyon-nagyon sok segítséget adtunk a szülőknek, és a többit pedig, mint tanítóként. Ne számlálhatatlan. A saját gyerekemen, családomon keresztül végig minden gyereket segítettem. Munkadélutánok, meg a családunkkal együtt, a gyerekekkel. Ugyanúgy Ferivel, Csabival, Edittel, tehát mindenkinek csináltam a jelmezt. A jól sikerült jelmezek máig emlékezetesek. A Sellő jelmez, ami az az enyém volt, a Sellő jelmez, hát az nagy sikert aratott, az nem most volt, 10-valahány évvel ezelőtt, a saját készítésű volt, és az ember mind más volt. Fiatalabb volt, az másképp állt neki, tehát az egy nagy-nagy szenzáció volt az életemben, ez a másik iskolában történt, a Györfiben. Földbárén és Simon Ilona szerint a farsangi bál az egyik legnépszerűbb iskolai rendezvény. Tényleg komolyan vesszük, hogy előzzük a telet, és nagyon várjuk a tavaszt. Műsorszámokkal, táncbemutatókkal készülnek az évfolyamok, és hát természetesen, hogy jelmezbe öltöznek a gyerekek, tehát úgy megadják a módját, ahogy kell. Ápoljuk a régi hagyományokat. A fantázia szabadon működhetett, mindenki olyan jelmezt ölthetett, amihez kedve volt. Teljesen a szülőkre bízzuk, és a gyerekekre természetesen. Szabad a választás, mindenki annak öltözik be, ami gondolom, hogy szeretne lenni, tehát az álmait, a vágyait ezen a délutánon egy jelmez formájában meg tudja valósítani. A szülőkre persze ilyenkor is sok és nagy feladat hárul. Ezt úgy megbeszélik a szülőkkel, a szülői munkaközösségekkel, meg itt látható volt, hogy a pedagógusok is élen járnak a beöltözésben, beöltöznek, bemutatkoznak, és ezzel is tulajdonképpen motiválják a gyerekeket, hogy na igenis, akkor itt van az alkalom, és akkor most tessék akkor bemutatkozni, és tényleg nagyon jó a hangulat, mindenki jól érzi magát. A jó kedvet akár az iskola félévi átlaga is indokolhatná, a refisek, mint hallottuk, jól tanulnak. Ez nem ünneprontó, mert nagyon örülök neki, hogy 4,3 lett az iskolának az átlaga. Tehát ha erről az oldaláról közelítem meg, akkor azt mondhatom, hogy tényleg okunk van vigadni, szórakozni, egy kicsit kipihenjük az első fél év fáradalmait.